A férfi kézilabda NB1 alapszakaszának utolsó mérkőzésen sikerült az áttörés a Csurgónak, miután Sótonyi László csapata legyőzte otthon a listavezető Szegedet 30-27-re, zárkózva a második helyen. Soraiban a válogatott beálló Szőlősi Szabolcssal, aki most a siker képletét mondja el, hiszen azóta ugye a kupában is sikerült legyőzniük a Gyöngyöst. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Szabolcs, erre a szegediek elleni meccsre mondhatjuk azt, hogy nagyon és külön készültetek. Tehát bizonyos értelemben azért ez az év mérkőzése volt, legalábbis egyelőre 2015-én mindenképpen, nem? Hát azt kell mondani, igazából minden egyes mérkőzésre ugyanúgy készülünk, ugyanúgy videózunk, ugyanúgy megbeszéljük a taktikát, mit hogyan kell. Kielemeztük annak idején az első mérkőzésen a hibáinkat, most is az első félidőbe vezettünk. A második félidőben sok technikai hibából sok lerohanás gólt kaptunk, amit itthon sikerült kijavítani, és szabadként sikerült legyőzünk a Szegedet. Mi volt egyébként a haditerv, mit talált ki Sótonyi mester ezúttal, tanulva az akkori hibákból, ahogy ezt említetted, akkor bizony ősszel 31-23-ra kikaptatok végül. Szóval mi volt most a haditerv lényege? Hát igazából az volt, hogy a visszarendeződésben megkaptunk sok lerohanás gólt, nyilván támadásból, ebből technikai hibákból ne tudjanak indulni, és nagyon fontos volt a visszarendeződés, mert felállt fel ellen idegenben sem volt probléma. Na most, ahogy az ember látta, a csapatból szinte mindenki kivette a részét a góllövésből, lehet mondani azt, hogy igazi összehangol csapatjáték hozta ezt a sikert? Mindenképp kiemelném, hogy csapatként sikerült győznünk, mindenki hozzátette azt, aki plusz, amit kellett, nem volt senki, aki kiemelkedő lett volna, aki elszárazott volna. Nyilván szerintem csapatként tudtuk teljesíteni egy jó védelemmel, egy jó kapus teljesítménnyel. A magad teljesítményével ezúttal mennyire voltál elégedett, hogyan értékeled? Ne legyél túlságosan szerény. Hát igazából meg voltam elégedve a játékkal végre. Elkezdődött az a rész a bajnokság kiírás, sajnos olyan, hogy az első szakaszban annyi, hogy a ötbe kell lenni, amivel nem mindenki ért egyet. Te sem? Igazából semmi jelentőség. Hát én személy szerint nem, mert semmi jelentősége nincsen, nem viszünk pontokat, nem számít, hogy ki mit játszott. Most, hogy legyőztük a Szegedet, igazából az csak nekünk adott egy plusz löketet, egy plusz erőt a rájátszásra, hogy le tudjuk őket győzni. Igazából most kezdődik most a Magyar Kupába. Megyünk idegenbe a Vasárnába, aztán jövő hétfőn megkezdjük a rájátszást, azt tudja. És hát akkor indul a tánc igazából, az lesz az érdekes része a bajnokságnak, erre utaltál, hogy ezzel nem ártana valamit kezdeni, hogy ne csak egy olyan megúszós, meg túlélős legyen az első fele a szezonnak, igaz? Így van, igazából mostantól már minden egyes mérkőzésnek jelentősége van, nem úgy, mint az elmúlt egy-két hónapban. Most már minden egyes pont számít, aztán reméljük, hogy sikerül időn visszaszereznünk a harmadik helyet. A hazai pálya mennyire játszott közre most ebben a sikerben? Tehát, hogy a csurgói ultrák is harcoltak, értetek? Hát persze, hogy harcoltak, nagyon jó hangulat volt, tehát ház előtt tudtunk játszani, sajnos még nem itt van Csurgón játszunk, mert a csarnokot átépítik, meg vannak még regisztrációs problémák, ezért még mindig nagyon áldom van a székhelyünk, ott játszik a hazai mérkőzéseket, de reméljük, hogy minél hamarabb sikerül a publikum előtt Csurgón. A hírek szerint mikor térhettek vissza a sótonyi csarnokba? Hát igazából ezt nem lehet tudni, hallottunk már olyat is, hogy lehet, hogy március végén, hallottuk azt, hogy már idén már nem tudunk ott játszani, hát ezen bajtunk múlik, mi ott edzünk, ott készülünk. Igazából, hogyha sikerül a papírmunkákat, meg a regisztrációs dolgokat elintézni, akkor szerintem idén már Május végén játszhatnánk ott. Amikor 2013-ban meghosszabbított a Csurgón a szerződésedet, akkor azt mondtad, hogy szeretnél a Veszprém ellen bajnoki döntőt játszani. Hát most elindul majd akkor, hogy ezt említetted, az izgalmas rész, a rájátszás. Teljesülhetnek-e idén a vágyaid? Így van, nem mondunk le ezekről a vágyakról, én személy szerint nem. Egy olyan kiírás van most a rájátszásban, ahol ha se hozod a kötelezőket, jó meccseket játszol, esetleg a Szegedbe, itthon meg tudod válni, idegenben egy jó meccset játszanak, akár döntőt is tudunk játszani. Erről nem mondunk be semmiképpen, nem teszünk mindent azért. Az új edzővel, Sótonyi Lászlóval szerinted ennek a csapatnak mi az a fő erénye, ami akár ezt a lehetőséget is elhozhatja, hogyha minden jól megy, hogy eljutni a bajnoki döntőig? Hát igazából évelején óta nagyon sokat fejlődött a csapat, még rengeteg hiányosságunk van, mind védekezésben, mind támadásban, teljesen más képet mutat most a csapat, mint előtte
Imre Vilivel. Szerintem mindenkinek meg kell azokat a dolgokat, amiket a show elvár, azokat meg kell tanulni, mert minden egyes játék, nem védelemben is minden teljesen új, ami nyilván időkérdése, és szerintem év végére már egyre jobban működik. Ja, tehát évvégére már összeáll ez az új Sótonyi féle iskola vagy stílus. Neked a szezon végén lejár a szerződésed, azt tudod-e már, hogy hogyan tovább? Hát még nem tudom, elkezdődök a tárgyalások itt is, más csapatoknál is. Nem tudom még, hogy hogy alakul, hisz a feleségem most jövő hónapban születik a kis gyermekünk. Hát nem tudjuk még, hogy alakul a sorsunk, erre igazából nem tudok még. Igen, mert ezt akartam kérdezni. Szeretném minél hamarabb ezt lezárni a gyerek miatt is. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy neked akkor már felelős apaként kell döntened a folytatásról. Nevet már találtatok a kislánynak? Találtunk, Hanna lesz, igen. Tehát nem Szandra, hanem Hanna? Hanna, uh-huh. Igen. Milyen szezonnal lennél, azt mondd meg végül Szabos, teljesen elégedett? Tehát most oké, elmondtuk azt, hogy mik a vágyaid, de mi az, amire azt mondod, hogy egy megfelelő és jó befejezés lenne az a minimum, amit szeretnél elérni ide? Na, magammal szemben a minimum elvárásom az nyilván a harmadik hely, a kupába bejutni a négy közé, ott is megszeretni a harmadik helyet, de szerintem a csapatnak is ugyanaz a elvárása. No, hát én kívánom, hogy sikerüljenek ezek, és akkor meg hát minden jót a gyermekhez. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Köszönöm szépen, sziasztok!